Palaver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora a szócsaták bajnokaival. Palaver. Hangra fel. Üdvözlöm a kedves nézőket, ez itt a Palaver, én Krózita vagyok. Három fontos témáról fogunk a mai napon is beszélgetni, remélem minél többen. Az első, az ugye Magyar Péterhez köthető, ugyanis már a hirdette meg a tüntetését, ami jelenleg is zajlik. De ezt a tüntetést egyik ellenzéki párt sem népszerűsítette. Ami érdekes annak tekintetében, hogy itt állítólag mindenki kormányváltásra törekszik, viszont úgy tűnik, hogy egyre többen marakodnak ezen a ügyön, hogy ki legyen, aki majd leváltja Orbán Viktor, eddig senkinek nem sikerült, és most nem állnak úgymond be mögé. Pontosabban Juhász Péter és Márki-Zay Péter voltak azok, akik hát, ha lehet így mondani, egy kicsit úgy népszerűsítették, sőt, aztán Juhász Péterként is van ezen a tüntetésen, de sem a DK, sem a Párbeszéd, sem az MSZP, sem a Momentum, sem a Jobbik, tehát, hogy ők nem, ezek a pártok nem mondták, hogy menjenek ki az emberek. Egyébként Magyar Péter annyit kért, hogy ne legyenek pártzászlók, hát nyilván ez nem annyira tetszett az ellenzéknek, illetve, hogy inkább csak helységtáblák, magyar zászlók legyenek, vagy hát ugye az ő egyesületének, amit így ma behirdetett ma a Talpra Magyar Egyesület feliratú táblák legyenek ott a mai napon. Azt is kérte, hogy a sajtótermékek munkatársait ne bántsa senki, ugye erre sajnos már volt téma, vagy volt példa, az én egyik kollégámat is a Pesti Srácoknál vegzálták egy ilyen összeröffenésen, egyébként a Hír TV-nek is a riporterével eléggé érdekesen bántak, hölgy volt ráadásul a riporter, úgyhogy hát egy ilyen békés dolgot tervez most ott Magyar Péter, hogy ennek mi lesz a vége, azt nem tudjuk, de majd, ha majdnem fogjál már, mindenféleképpen meg fogjuk ezt látni. Majd megyünk tovább azzal, hogy két ferencvárosi momentumos képviselő egyszerre lépett ki a pártjából, mert érthetetlennek tartják Baranyi Krisztina támogatását. Nevezetesen Takács Krisztiánról és Takács Zoltánról van szó, akik most már végeztek a Momentummal, mert ők egyszerűen nem tudják megérteni, hogy Baranyi Krisztinát miért kell az ő pártjuknak támogatni. Elég sok konfliktus van egyébként a kerületben Baranyi Krisztina és a többi párt képviselői között, de közben meg országosan a Momentum megtámogatja Baranyi Krisztinát, ezt a Donát Anna is elmondta, és hát ugye polgármester jelöltként is támogatják őt, de a fővárosi listájuk vezetésére is felkérték, amire egyelőre még nem mondott választ. Viszont négy emberből állt eddig a frakciója a ferencvárosi Momentumnak, hát most egyikőjük sincsen már benne a Momentumban, és azt mondta Donát Anna, hogy a 24-es választáson önkormányzatin új jelöltjeik lesznek, úgyhogy hát erről is majd egy kicsit kitérünk, hogy milyen lehet olyan a hangulat ebben a pártban. Végezetül pedig Elon Musk Ukrajna NATO csatlakozásáról azt mondta, hogy szó szerint így kezdődik egy a nukleáris apokalipszisről szóló film. Ezt azzal kapcsolatban mondta el, hogy már előkerült egy poszt arról, hogy Anthony Blinken, az USA-nak a külügyminisztere kijelentette, hogy Ukrajna végül csatlakozni fog a NATO-hoz, mivel az ország támogatottsága továbbra is sziklaszirált a tagállamok között, és hát ezt így kommentelte az X tulajdonosa. Én várom a telefonálóinknak a hozzászólását a témáinkhoz a 061-799-2999-es számon, illetve az SMS-eket a 0670-7000-953-as telefonszámon, és itt van első telefonálunk, András. Üdvözlöm, András! Kezdjük, csokolom, hölgyem. Nagyon szép napot és nyugodt napot kívánok önnek. Hát én kim voltam a parlamentnél, kíváncsiságból, de mondjuk a beszédet már nem vártam meg. Viszont egy kicsit meg vagyok ijedve. Miért? Azért, mert rettenetesen sokan vannak. Utoljára ilyen tömeget a békemenetükről szoktam, mert itt nagyon-nagyon sokan, és nagyon sok a vidéki. Na most én nagyon beszélgettem ott jó pár emberrel, volt, aki felvállalta, hogy miért jött ki, volt, aki csak azt mondta kíváncsiságból. Hát én abban bízom, hogy kíváncsiságból, mert bocsánat, pont egy hölgy előtt mondok ilyet, de amikor a kuplerájba megérkezett az új lány, mindenki őt akarta. Csak egy kicsit elkeserítő, hogy egy olyan ember meg tud mozgatni ilyen tömegeket, és főleg a fiatalokat, amennyiatt én egy kicsit aggodalomban vagyok, hogy aki egy asszonybán, nem is bántalmazom, mert nem tudjuk bizonyítani,
teljesen mindegy, de a volt feleségét elárulja és kiveszélő, és egy 100 000-es tömeg egy ilyen mögé tud állni, ez azért valahol nagyon elkeserítő. Hát, de a fiatalok általában minden rendszer ellen vannak, tehát hogyha most éppen egy balliberális kormányunk lenne, akkor az ellen lennének. Én azt gondolom, hogy annyira nem kell megijedni, az országgyűlési választások még azért messzebb vannak. Lehet, hogy addigra ez a Magyar Péter összeröffenés is kifúj. Tisza virág lesz szerintem, tehát tisza virág jelenti lesz. Csak én, mert régebben is beszéltünk erről, én nekem egyetlen egy fájdalmam van. Én voltam 89-ben a miniszterelnök úr még akkor beszédén, és én azt látom sajnos, hogy mikor a fiam az egyetemet végezte, akkor nagyon erős volt a fidelitásnak a ráhatása a fiatalokra. Az elmúlt években ez valahogy eltűnt. Tehát kezdünk kiöregedni. Ez a, én ezt látom az egyik, pont azért, mert a fiatalok kezelhetők. Itt ebben biztos, hogy valami hiba van. Hát igen, lehetséges, hogy jobban kellene megszólítani őket jobb technikákkal. Én annak idején voltam egy-két megmozdulásukon, eseményükön egyébként. Nagyon jó, amikor az ember ott van. Tehát nagyon jó, akár bulik is vannak. Hát nyilván össze vannak kötve különböző előadásokkal, meg fejtágítókkal. Én ott voltam a krimózusban. Tudjam, hogy utána állandóan azzal balézott az a ellenzék, hogy a molerizba tartja a fidelitást egy buliát. Hát sok helyen, az Aulik ifjúsági helyen is tartotta, meg számos helyen azóta. Maga a közösség egyébként, amikor én oda jártam hozzájuk, akkor jó volt. Lehet, hogy egy kicsit több akciót kellene most már belevinniük a dolgokba, kicsit színesebben fellépni. De az az igazság, hogy én néha azt érzem, hogy egy-egy fiatallal egy kicsit elbeszélgetni arról, hogy én mindig csak vissza szoktam kérdezni, hogy te ezt hogy oldanád meg, vagy abban hogy látod, és akkor ki szokott derülni, hogy egyébként fogalmuk nincsen róla, vagy pedig annyira furcsa gondolataik vannak. Például én egyszer kérdeztem egy fiatalembert a migrációval kapcsolatban, hogy ő ezt hogyan oldaná meg. Ő mindenkit beengedne, de nem érdekelte azt, hogy egyébként itt elég nagy problémák vannak ezzel. Néha azt szokták mondani, hogy ugye az okos ember más kárán tanul, a butábbak meg ugye a sajátjukon. Én azt tudom mondani, hogy szerintem nem kell mindent megtapasztalnunk ahhoz, hogy tudjuk, hogy ez nem jó. Sajnos lehet, hogy a mai fiatalság között van, aki meg azt gondolja, hogy nekünk ezt meg kell tapasztalni, vagy a másik pedig, amiről szoktam még gondolni, mert hogy ezzel én is találkozom, hogy esetlegesen cikinek tartják azt, hogyha ezzel a kormánnyal éltenek egyet, mert ez most éppen nem trendi. És kevesen vagyunk elég erős meggyőződéssel. Én nagyon szeretem az ilyen konfliktusokat egyébként, de nem volt velem se ez mindig így, tehát azért 20 éves korom elején azért engem is megtaláltak néha olyan dolgokkal, hogy na, nem nagyon tetszett, hogy nem én vagyok a társaság kedvence, de azóta egyébként meg teljesen jól el vagyok, mert hát nyilván az ember sok mindent olvas, sok mindent megtapasztal, és akkor így ezáltal hitelesebbé válik az, amit egyébként is képvisel. Így is szoktam kakukktojásnak, de engem speciáljuk nem szokott az érdekelni, de hát valószínűleg azért sok mindenkit igen. Én csak azt nem értem, hogy ilyen jó időben végre hétvége van, kinek van kedve a Kossuth téren melegedni Magyar Péterrel és társaságával? Pontosan ezen voltam kiakadva, hogy nagyon sok fiatallal beszélgettem, meg idősebbekkel is. Sok egy vidékről jöttek, és most jó, az 50%-a azt mondta, hogy kíváncsiak vagyunk, hogy ez mi lesz, meg hogy mi ez, és jó buli. Tehát tulajdonképpen, igen, aztán a fiam az jobb oldalú laptól van kint tudósítani, ott elbeszélgettem több emberrel, de utána voltak már atrocitások, legalábbis felém, hogy te Orbán Béren mit keresel itt. Inkább eljöttem, mert egy szárszulópereti ember vagyok, mint hogy engem vigyenek el a rendőrön. Igen, nehéz ezt ilyenkor megállni. Én is voltam már olyan eseményen, amikor konkrétan jöttek a provokátorok és idős emberekkel, akik egyébként Orbán Viktor beszédét hallgatták, és kész, ennyi volt a bűnük. Olyan szinten összeszólalkoztak, hogy ott a végén már lögdösődés lett, ami nonsensnek gondolok, hogy ki az, aki leáll egy 75-80 éves emberrel úgymond verekedni, és ezek fiatal emberek voltak, szánalmas volt. Én meg 60 felett vagyok, én viszont annak ellenére valószínű, hogy egy 2-3 ilyen fiatal simán elvesztette volna velem szemben a meccset. Na. Nyugodt lelkismeret állítom, de jobb inkább ilyen konfliktust elkerülni.
kisfiam meg ment be a tudósítani tovább, én meg inkább azt mondtam, hogy apa, jobb, ha hazamész. Mondom, oké, rendben. Igen, csak annyira szomorú, hogy ennyire egymás ellen fordítják az embereket. Arról nem beszélve, hogy a vonuló tömeg, a propaganda szövege, hát mondani se, hogy Orbán takarod, és keljetek ki az ágyból, és gyertek, mert most tudjuk a kormányt megbuktatni, ma lesz a napja, igaz, hogy még azért emlegett, hogy április 4-ét, hát az emlékeimben lejöjjön vissza az a 39 év, amikor ünnepelnünk kellett, hogy elnyomtak minket, de ezek az emberek, ezek nem értek, és az a szomorú, hogy ezeknek nagy része ért is abban az időben, amikor pártalan éppen egyenlítünk, és kellett nyomnunk, mert tudtuk, mert belénk verték, és egyszerűen nem örülnek neki, hogy tulajdonképpen ő is elmondhatja intelligensen a véleményét, a másik ember is elmondhatja, és ez nem következik abból, hogy akkor kötelezi a másikat lebérencezni, lekutyázni. Ja, persze, de hát igazából, hogyha most jön egy nagyobb zápor, úgy is hazamennek, mert az esőt sem bírják, úgyhogy én ettől annyira nem félek. Megnyugtatott, hogy nagyon sokan mondták, hogy kíváncsiságból. Ugye milyenek a fiatalok, de aztán vannak a megrögzött bőkások, hát azok jöttek, és az egyiknek mondom, te nálazudjon, nem gondolja, hogy ezeket a tömött szavazatát fogja elvinni. Hát, nem gondolja. Hát a politikához, meg a focihoz mindenkiért. András, köszönöm szépen, hogy itt volt és beszámolt nekem a helyzetről odakint. Átadnám a szót Marcsinak, mert ő a következő. További szép nyugodt. Viszont hálásra. És itt van Marcsi. Üdvözlöm, Marcsi. Üdvözlöm, önt is kedvezítem meg a hallgatókat is. Én is ehhez a Magyar Péteréshez csatlakoznék először, ugye, hogy talpra magyarok, ne féljetek. Hát őtőlük igenis félni kell, méghozzá nekünk, mert amilyen borzasztó dolgokat művelnek, ez a legfőbb jelszavuk, ez a Orbán takarodj, meg mocskos Fidesz, meg nem tudom micsoda, ugye a lámpavasázról, meg az egyebekről nem is beszéljünk, ami folyamatos, a riporterek egzálása, minden, tehát ezekről nekem a Tanácsköztársaság dicsőséges 133 napja jut eszembe, az ifjú gárda, meg amikor Sztálin szónokhoz körülbelül olyan a hatása a Magyar Péternek, már elnézést, ehhez nagyon ért, azt meg kell mondani, nem véletlen, hogy ilyen lehengerlően tudta a családját is uralni, és nagy hatással van az emberekre, de ebből az jött ki, hogy Sztálin milyen rendszert vezetett utána be, és ők nyíltan fenyegetőznek azzal, hogy majd mindenkit bezárnak, meg börtönbe végzi, meg nevelőintézetbe, meg nem tudom hol, mindent elvesznek. Tehát ha nézzük a lengyeleknél, hogy ott mit művel a Tuskertárs, ugye? Ezek őtől, pont őtől, a kormánytól kell félni. Ezeknek fogalmuk nincs, hogy nekik milyen jó dolguk van. Az a bajuk ezeknek a fiataloknak, hogy ők már abban a rendszerben nőttek föl, ahol szabadon azt csinálhatnak, amit akarnak, senki nem gátolja őket semmiben, nem méri őket bántódás. De ezt most zárjuk is le, mert én ezt kapcsolódva szeretném azt elmondani, hogy ugyanakkor, a mi oldalunkon, most a Jeszenszky Zsoltnak este, ugye láttam a beharangozóját, nem csodálom, hogy el van keseredve, mert én a hegyvidéken élek, és kaptam egy szórólapot, ahol van egy, nem akarok senkit megnevezni, ahol van egy olyan indulójelölt, akit a Jeszenszky Géza volt külügyminiszter is támogat, ilyenek társaságában, mint Hatházi Ákos, Szent Iványi István, Ungvári Krisztián, Szél Bernadett, és még vannak többen. Na most én nem csodálom, ha a Zsolt emiatt el van keseredve, többek között emiatt. Mert én szerintem az Antal József forog a sírjában. A Márk Ferenc. Igen. Mert hogy a Jeszenszky úr ennyire, én nem tudom, hogy mi történt vele, de ez az tisztán SZDSZ-es társaság, akikkel az Antal Józsefnek annak idején hatalmas harcai voltak. És nem is értem, hogy hogy juthatott el idáig, hogy idáig süllyedt. De ezt most zárjuk le, mert... Egyszer nekem azt mondta Jeszenszky Zsolt, amikor beszélgettünk édesapjáról, hogy bizonyos szempontból azért is haragszik erre az ellenzékre, mert kihasználják... Ma este a politikai hobbistában. Igen, mert hogy kihasználják az édesapjának az időskorát, az esetleges befolyásolhatóságát, és hogy hát ez nem egy szép dolog tőlük. És akkor még hozzá kell, hogy tegyem, de most aztán tényleg nem akarok senkit csak említeni,
hogy van egy olyan heti lap a jobb oldalon, amelyiket most határoztam el, hogy befejeztem az olvasását sajnos, mert abban vannak olyan újságíró szereplők, köztük a főszerkesztő, aki két hete azzal foglalkozik, az első héten három lejáratot cikket írta ezzel a most bemutatott Petőfi filmmel kapcsolatban. Egy újságban három lejáratot cikket, és ezen a héten még mindig nem hagyta abba. Ezen a héten a Herman Róberttel van egy hosszú cikk, amiben szintén a filmet próbálja meg lejáratni. És azt kell, hogy mondjam, hogy a Herman Róbert történész úr, mert azt kell, hogy mondjam ezekhez képest, hogy az egy úr, megvédte, azt mondta, hogy ő sok mindenben nem ért egyet, de azt mindenkinek tanácsolja, hogy nézze meg, mert ő nem akar senkit elriasztani a filmtől. És ami a legjobban földühített, az megmondom őszintén azt, hogy ezek közül az újságírók közül az egyik a Facebook oldalán egy olyan dehonestáló cikket jelentetett meg, ahol a Rákai Filipnek a nevével szórakozik. Én megmondom, hogyha az az úr nem tudja, hogy miért nem Kálmánnak van nevezve is, hanem miért Filipnek, azért, mert én még fiatal koromban hallottam a rendszerváltozás után, amikor az első igazi könnyűzenei csatorna a tévébe beindult, a nevére már nem emlékszem, a legismertebb vezetője a Filip néven szereplő, most a Rákai Filip, ugye, ő volt a sztárja annak a könnyűzenei műsornak, annyira jól csinálta, akkor lett Filip a művész neve, amit azóta is megtartott. Uh-huh. És akkor rakták onnan ki, amikor kiderült, hogy jobbos. Na most hát ez sajnos után, így szokott lenni. Valaki bármilyen összefüggésbe kapcsolatban mi oldalunkon valakinek a közénk tartozók közül a nevével szórakozzon és gúnyolódjon, ez már olyan szint, hogy én azt mondtam, hogy ezt az újságot az életben többet a kezembe nem veszem. Legyen ez a végszó, Marcsi, muszáj letennem, sajnos már lejárt az időnk, egy rövid szünetre most pedig elmegyünk. Palaver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora. Palaver. Hangra fel. Palaver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora. A szócsaták bajnokaival. Palaver. Hangra fel. És úgy ígértem, már itt is vagyunk, folytatódik a Palaver három fontos témával. Ugye az első az Magyar Péternek a tüntetése, de e tekintetben is inkább az, hogy a mai összejövetelüket egyetlen egy ellenzéki párt sem népszerűsítette. Ami annak fényében nem is meglepő, hogy ugye a Nézőpont egy mérést készített, amelyben megállapították, hogy Magyar Péternek az egyesülete vagy leendő pártja tulajdonképpen ugyanúgy 13%-on áll, mint a DK-MSZP párbeszéd összefogás, ami azért okozhat némi fejfájást az ellenzéki pártoknak, illetve hát a Momentumot például nagyon lehagyja, aminek ők valószínűleg nem is olyan örülnek. Egyik betelefonálón kint volt ezen a tüntetésen, azt mondta, hogy igen, elég sokan vannak, és hát ugye nyilván azok a régi dallamok csendülnek ott is fel, mint minden egyes ilyen tüntetésen, tehát semmi más nem látunk, csak azt, hogy most valaki más a főkolompos, de egyébként ugyanaz a tüntetés ez, mint a többi. Azt kérte egyébként Magyar Péter, hogy párt zászlók ne legyenek a rendezvényen. Nyilván ennek fényében annyira nem rajonganak a pártok ezért a mostani összeröffenésért. Magyar zászlók legyenek, és hát hogy engedjék a sajtómunkatársai dolgozni a jobboldali és baloldalit is, mert hát nyilván kell neki, hogy kicsit foglalkozzanak vele, és hát a baloldaliak nem tudom mennyire fognak vele foglalkozni, de a jobboldaliak biztos, hogy mikrofon végre próbálják majd kapni, amit ő annak ellenére, hogy állít nem szeret minket, ezt a tevékenységünket azért nem utasítja vissza. Aztán megyünk tovább egy ferencvárosi hírrel, ugyanis két ferencvárosi momentumos képviselő egyszerre lépett ki a pártjából, mert érthetetlennek tartják Baranyi Krisztina támogatását. Most erről az ügyről azt kell tudni, hogy 4 emberből állt a Momentum frakciója Ferencvárosban, ebből 2 már 2019-ben kiléptek a frakcióból, 2 ugye maradtak, ők egy testvérpár, és ők is kiléptek, mert nem értik, hogy Baranyi Krisztinát egyébként miért akarja Momentum támogatni, már pedig akarja, mint polgármester jelölt, és egyébként, mint a fővárosi listájuk vezetője, amit egyelőre még nem fogadott el Baranyi Krisztina.
Érdekes helyzetek vannak Ferencvárosban, minden esetre Donát Anna azt mondta, hogy 2024-es önkormányzati választáson nem az a négy ember fog nyilvánvalóan indulni, akik itt képviselők voltak, hanem akkor majd valakiket fognak indítani. Hát kérdés az, hogy majd ők kijönnek-e Baranyi Krisztinával. Ott azért ugye nem nagyon népszerű az ellenzéki pacsorokban a polgármesterasszony. Végezetül Elon Musk Ukrajna NATO csatlakozásáról annyit mondott, szó szerint így kezdődik egy nukleáris apokalipszisről szóló film. Ezt az X tulajdonosa egyébként egy bejegyzés alá reagálta, ami ugye arról szólt, hogy Antony Blinken, az USA-nak a külügyminisztere csütörtökön bejelentette, hogy Ukrajna végül csatlakozni fog a NATO-hoz, mivel az ország támogatottsága továbbra is sziklaszirált a tagállamok között. Úgyhogy erre reagálta ezt Elon Musk, én pedig várom a hívásokat a 061-799-29-99-es vonalon, az SMS-eket pedig a 0670-70-00-953-as vonalon, és néhány SMS-t azért most megosztanék. Tisztelt Palaver, MP havi 6 millióért közpénzen akar hazát árulni. A nőverő most a hazánkat akarja verni, a hátunkhoz tartott késsel hangfelvételeket, illetve csoportos tüntetéseket produkál az EU felé. Sajnálom az erkölcsi hullákat. Klára, a Józsefvárosi Palota negyedből írja ezt nekünk. Aztán lehet, hogy a főpolgármester azért szünteti meg a budapesti BKV hajó közlekedését, hogy biztonságos vízi biciklisávokat tudjon kialakítani, írja ezt Tibor. Aztán Zita, igaza van az idős hölgynek, a két bencsik, ha nem bír az irítségével, akkor takarodjanak közülünk. Nem tudtak várni a június 9-e utánra. Nem engedjük, hogy a remek rákait kikezdjék. Tűnjenek közülünk, írja Szolános. Ne keseredjetek el, a lélek sötét éjszakája után jön a megvilágosodás, a feltámadás, Lújza mama írja ezt nekünk. Aztán üdv Zita, az álszent újonnan felkent messiás, az önimádó Magyar Péter, ki politikához komolytalan, számolhatja a lájkokat, miközben pódiumon önmagának tetszeleghet. Mindennek nagyobb a füstje, mint a lángja. Aztán annyi minden más hasznosabb, értékesebb programot élhetnek meg az emberek a családjukkal ebben a napsütésben, mint ez a sehova nem vezető tűntike. Most még talán magas a lázuk, de a hőemelkedésé fog szelidülni, és meggyógyul a kedves beteg. Nem kell félniük, nincs kitől. Minden jót, üdv Éva. A Szegedi Város Fidesz iroda ablakát kővel bedobták. Miért van erre szükség, balliberális ellenzék, kérdezi ezt László. És akkor vannak itt olyan SMS-ek is, akik ugye engem szídnak, mert hogy itt nevetgélni melek ezen a demonstráción. Hát innen is üdvözlöm őket. Igen, számomra ez nevetséges, de hát előszörösen beszélünk róla, mert hát itt ebben az elfojtott sajtó demokráciában és vélemény szabadságban, hát ezt is megtehetjük, úgyhogy hallgassuk meg most más véleményét is, például Ildikóét, aki már itt várakozik a vonalban. Üdvözlöm, Ildikó! Igen, itt vagyok. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejuthattam. Mi az első? Igen, hogy az egyik ellenzéki párt sem népszerűsíti. Szerintem meg akarják várni, hogy mi lesz ebből, bonyodalom vagy sem, vagy végezzel Magyar Péter a piszkos munkát, nem tudok más kitalálni, hogy biztos, hogy várakozási álláspontban vannak, hogy rájuk ne járjon a rúd esetleg. Annyit viszont szeretnék mondani, hogy tegnap ez a Balázs felvetette ezt a Politico cikkét, hogy tulajdonképpen én megnéztem, a Politico az már nem is egy ilyen független washingtoni, szuper amerikai hírportál, hanem megvette egy az európai újságmédia, egyik legnagyobb újságmédiája az most hirtelen nem tudom, hogy melyik, és a Cseh Katalin kereste meg a Susan Lynch-ot, vagy Lynch-et, nem tudom, hogy kell mondani, amit lehetett hallani, és akkor a Cseh Katalin tálalt ki, és ez egy nagyon érdekes dolog, mert a Magyar Péter egyedül nem tudna ennyi mindent felhozni nap, mint nap, hogy itt jelenek meg, ott jelenek meg, itt adok riportot, ezt csinálom, azt csinálom, szervezek,
Szóval itt komoly háttérmunkások vannak. Én csak annyit tudok mondani, hogy ugye átváltoztatta a tüntetést, ezt a mai napi tüntetést. Tegnap hallottam a televízióban, hogy ugye békemeneté, ez is egy hazárulás, egy lopás, vagy nem tudom. Hát mindenki innen lop, sajnos ötlettelenek. Meg, hogy a Holdról is látni fogják, hát szerintem a pokolból már látják. A második témához, hogy nem szeretném, mert ugye az embernek annyi minden szeretne elmondani, de másnak is kell, hogy el tudja mondani. A Baranyi Krisztina az, hogy támogatta, gondolom arról van szó, hogy a Varga Judit elmondását. Nem igazából jönnek ők ki, tehát most itt nem is feltétlenül a Varga Judit ügyről volt szó, hanem hogy egyszerűen a Momentummal helyben nem jön ki Baranyi Krisztina, de országosan meg úgy tűnik, hogy igen. És ugye itt a helyi momentumosok meg azt nem értik, hogy akkor miért jövünk ki vele, hogyha mi itt helyben tudjuk, hogy nem jó. És ebből volt egy nézeteltérés, gondolom, és végül is ezek az emberek tulajdonképpen mindannyian kiléptek a Momentum helyi szervezetéből, hajrá. És akkor majd valaki új lesz ott, csak hogy hát milyen felfordulást okoz itt Baranyi Krisztina, mert hogy azért más képviselők sincsenek vele túl jó viszonyban, tehát talán a kétfarkú kutya pártos alpolgármestere az egyetlen, akivel szót ért, mással nem igazán. Igen. Én a Baranyi Krisztinával kapcsolatosan ugye hallottam, hogy betelefonált egy hölgy, aki óvodapedagógus, és a nem tudom melyik önkormány, 9. vagy melyik önkormányzatnál nem kapta meg a kormány által megítélt 30-32,1%-os béremelést, és hogy azt mondták, hogy a Baranyi Krisztina tartogatja ezt a kis jusson, hogy majd választások előtt adja oda. Hát én ezt szívesen megkérdezném tőle, hogy és egyébként más városok is nagyon nagy az elégedetlenség, tanárok, pedagógusok nem kapják meg, akár kommunista, szocialista, vagy nem jobboldali városokban hallottam több ilyen esetet. A harmadik, hogy hát nem tudom, mert a Rétvári Bence mondta, hogy jelezni kell, de hogy az emberek ezt nem tudják, hogy ezt megtehetik, és jelezni lehet, hogy nem kapták meg a megemelt jussukat. Az Elon Muskról meg nagyon érdekes, legalábbis az én hozzáállásom a megnyilvánulásai tekintve, ugye nem is tudom, február-januárban, vagy már a 23 év végén, ahogy a műholdas rendszerét Ukrajna rendelkezésére bocsájtja ezeket a Starlinkeket, hogyha jól mondom, és azzal már jelentősen segítette Ukrajnát. Most pedig ugye Ukrajnát a NATO fel akarja venni, ez meg egy ellen vélemény, hát igen, jogosan hívja fel a figyelmet a nukleáris és harmadik apokalipszisra, de hogy ő is azért tudja, hogy itt nagy hatalmakról van szó, és ő is nem Ukrajnát értem, hanem a NATO és egyéb Amerikát, Németországot és többi a Franciaországot is, hogy szerintem ez kettős játszma megint csak. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm, Ildikó, hogy itt volt ma velem, és legközelebb is várjuk a hívását. Nagyon kedves, köszönöm. Viszont hallásra. És most jön Mária. Üdvözlöm, Mária. Jó napot kívánok, üdvözlöm én is önt és a televízió nézőit. Én előre bocsájtom, hogy én semmilyen pártnak soha nem is voltam tagja, de mindig szimpatizáltam a Fidesszel. Uh-huh. Én 70 év fölött vagyok. Megéltem tulajdonképpen mindent, úgy lehet mondani a koromhoz képest. Nem panaszkodhatom abból a szempontból, hogy mindig boldogultam a saját képességeimnek és a tanulmányaimnak megfelelően. De én el vagyok most nagyon keseredve, hogy ez a fiatalság, aki kiment most a Magyar Péternek a, hát úgy mondjam, nem is tudom minek nevezzem, tüntetésnek vagy békemenetnek, ugye, ők annak nevezik, most hallottam. Uh-huh. Tulajdonképpen azért vagyok szomorú, mert
Én a koromból adódóan a gyerekeknek, mármint akik 50 év fölött vannak már, illetve az unokáknak, akik már 20 évesek és 21 nehány évesek, tulajdonképpen rendkívül sokat segítettünk, mind anyagilag, mind tanulmányaik szempontjából, hogy nyugodtan és boldogan vegyék a kanyarokat az életbe. Na most én elég sűrűn találkozok a családommal, és nagyon szomorú vagyok, mert egy nem érdekli őket az, hogy egyáltalán mi lesz a jövőbe, tehát mert ugye minden megvan. Kényelem, munkahely, a gyerekek tanulnak, gyakorlatilag nem érdekli őket a jövőjük, mert mindenük megvan. Sajnos mi tettük őket ilyenné. Most erre csak ezt tudom mondani. Én ezzel én is szoktam gondolkodni, amikor nekem is apukám szokott mondjuk így anekdotázni, hogy milyen volt az ő idejében, és hogy most mennyire rossz. És mindig én is, nekem is az jut ilyenkor eszembe, hogy hát ezt a világot ti teremtettétek nekünk, az, hogy mi ezt visszük tovább, és mi ebben élünk. Hát nyilván lesz majd feladat, hogy egy kicsit visszafordítsuk bizonyos szempontból, de valóban elég sok mindenkitől hallom most már azt, hogy ez a mostani világ, ami felé tart, és amiben van jelenleg is, az már elég sok mindenkinek nem tetszik. Na most én láttam többször, mindig szoktam nézni, amikor megtehetem, a Magyar Pétert a tévébe, az újságba. Annak a férfinek a arcáról igazából az az agresszivitás, az a rossz indulat, soha egy mosoly, egy kedvesség. Én nem is tudom, hogy a miniszterasszony hogy tudott vele egyáltalán élni ennyi ideig keresztül, mert ebbe az emberbe nem tudom, hogy mi szeretni valóban. Lehet, hogy van, mert hiszen ők éltek együtt, de a ránézése az egy gonosz, rosszindulatú embert mutat meg számomra. Én, az én gyerekem 52 éves, de én a férjemmel soha nem voltam olyan nexusba, hogy mondjam, hogy úgy nézett volna rám, mint egy gonosz. Ezzel most a gonosz szemmel. Most a televízióval megy egy kis szünetre, de a rádióban folytatjuk. Palaver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora. Palaver. Hangra fel. Palaver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora. A szócsaták bajnokaival. Palaver. Hangra fel. Szabad-e hazudnom a Kárpátok alatt, és közben köszöntöm itt a televízió nézőket is, éppen egy verset olvasok, amelyet István írt Pécsről, mert hogy megihlette őt Magyar Péter. Az elejét már elmondtam, és így folytatódik. Volt gyermekszobám, volt bölcs nagyapám, fülemben még a becsület rival, szabad-e aljas trükkel durván megtámadni és szembe köpni azt, ha kell, feladom a lelkem, tükörbe nézek, s megdicsőülök, asszonyverő dicsőséges létem, babérjai fölött büszke tort ülök, de addig sírva, mert gazdáim kirúgtak, szelet vetek, s vihart aratok, s ha elátkoz százszor is a nemzet, értéket, erkölcsöt én megtagadok. Hát köszönjük szépen. Nem gondoltam volna, hogy valakit megihlet ilyen költői mi voltában Magyar Péter, de hát ezek szerint akkor itt vannak közöttünk költők is. Na de hallgassuk meg Évát. Üdvözlöm, Éva! Jó napot kívánok, kedves Zita! Jó napot kívánok! Örülök, hogy bejutottam. Nagyon egyetértek az előttem közvetlenül szóló hölgyel is, meg a másodikkal is, aki elmondta, hogy valamelyik újságot, jobboldali újságot soha többé nem olvas, mert miket olvasott benne. Szerettem volna tudni, de nem osztottam meg, vagy nem mondtam meg a címét, hogy vagy melyik újságra gondolt. Én szívesen hallgatnám, vagy tudnám, hogy melyik újságról van szó, mert nem értesültem erről, amiről ő
beszámolt, de természetesen nem vonom kétségbe, amit mondott. Elég szomorú, hogy már a jobboldalinak, úgymond jobboldalinak nevezett orgánumok is egy kicsit csalódott módon, illetve hát számomra meg számára csalódott módon átálltak a balipsi oldalra, vagy legalábbis bizonyos értelemben, bizonyos esetekben, és ez most vonatkozik erre a Magyar Péter jelenségre, amiről nem szívesen beszélek, csak azért, mert már annyian is annyit mondtak, hogy már talán nem is tudnék újat mondani, de egyet tudok mondani, a második úr, aki mondta, második betelefonáló úr, aki mondta, hogy személyesen volt kinn a Kossuth téren, és megdöbbent, hogy mennyien van. Hát én is ezt szeretném megosztani a nagy érdemlővel és önnel is, kedves Zita, hogy én is azon csodálkozom sokakkal együtt, és a Gajdics kollégája szokta mondani annak idején a műsorában, hogy valaki magyarázza el nekem, hogy mivel tudják még mindig hűíteni, mivel tudnak még mindig hűíteni a balipsit, haló? Itt vagyok, hallgatom. Bocsánat, igen, csak hallottam valami furcsa hangot. Balipsik ennyi embert, de én arra gondolok, ő is csak költői kérdésként tette fel, és nem igazán tudjuk a választ. Én is azon csodálkozom, Zita, hogy október 23-án az úgynevezett tanártüntetésen az Oktogonnál. Engem majdnem megvincseltek, mert bátorkodtam oda menni, és az úrral ellentétben, akit elküldött a fia most a Kossuth térről, én is eljöttem, de én saját jó szántamból jöttem el, mert majdnem tényleg tetlegesség áldozata lettem, mert ott én is elkezdtem mondani magamért, tudnék, hát Orbán takarodj, és ilyen feliratokkal a tanítanék mozgalom, és stb. És Pöcsnik Mária Zita, és stb. Jelenlétében próbáltam a véleményemet kinyilvánítani, természetesen nem tetszett nekik. Hogy tudnék, nem merek már ilyen helyre oda menni, mert egyszerűen ezekkel nem lehet mit kezdeni, Zita. Én arra jöttem rá, ahogy az úr is mondta, hogy ezek a fiatalok, de hát nem csak a fiatalok vannak ott, én úgy gondolom, mert csak egy villanást láttam a tévében erről a mai demonstrációról, úgymond, hogy akik vidékről fölmennek, veszik a fáradtságot, a pénzt és fáradtságot, időt nem kimélve, följönnek ennek a senki. Ennek a neve nincs senkinek, akiről egy hónappal ezelőtt még azt se tudták, hogy él a földön, ennek a tüntikére. Szóval én az emberekben találom a hibát, és nem csak a fiatalokban, az a szomorú tény, Zita, hogy nem csak a fiatalokat tudja hűíteni, hanem nyilván azokat a liberálból elkötelezettségű régi elvtársakat és azok leszármazottait, akik ma is Orbán-fóbiások, és ma is mindegy nekik, hogy ki, csak ne az Orbán. Ezt tapasztaltam diáktüntetésen, ezt tapasztalom. Én éppen nyomon az úton útfélen. Igen, ez így van, én is ezt tapasztalom, hogy egyszerűen meg vannak bolondulva, csak én azt is szeretném tapasztalni, hogy akkor ők mondjuk fizessenek a gázért piaci árat, mert most már meg lehet tenni. Akkor ne vegyék fel azt a plusz nyugdíjat, amit egyébként még fizet a kormány, akkor nem kell élni a különböző, nem tudom, akár Erasmusos, akár bármi más lehetőségekkel, hogy valaki mondjuk külföldön tanuljon, nem kell az ingyen jogosítvánnyal élni, nem kell csok pluszt felvenni, nem kell babavárót felvenni. Tehát én azt szeretném, hogy akkor legyen nekünk egy olyan ellenzékünk, amelynek a támogatói mindentől elhatárolódnak, ami Orbán Viktor és csapatának az eredménye. És én azt szeretném, hogy akkor azok, akik meg mondjuk jobboldali szavazók, akkor azok pedig élhessenek, és akkor élhessenek ezek a lehetőségekkel. Tehát nekem egy kicsit faramuci az a helyzet, hogy minden, ami jó, azzal szeretnénk élni mindannyian, de egyébként pedig Orbán Viktor menjen a csodába. Nekem ez egy kicsit furcsa felfogás, és nagyon sokszor azt szoktam tapasztalni, és akkor itt egy picit rákanyarodjak a fiatalokra, hogy nekem is vannak olyan régi iskolatársaim, akik nagy Orbán ellenesek voltak, mind az idáig, ameddig nem találták ki, hogy ők szeretnének családot alapítani. Érdekes, akkor elkezdtek nekem irogatni, hogy mit tudok én erről, hogy is van ez, mert hogy ugye ez az én rendszerem. És nagyon érdekes egyébként, és egyébként ott a környéken is, ahol lakom, az is nagyon érdekes, hogy nagyon sok ellenzéki van kacsalábon forgó villágban. Tehát azt szoktam látni, hogy nem az az ember szokott ellenzéki lenni, aki egyébként rosszul él, sőt, az szokott ellenzéki lenni, aki baromi jó él.
és egyébként ebben Magyar Péter is beletartozik, mert mondjuk ez az egyesület is, amit most itt átvettek, ez is egy második kerületben van bejegyezve, egyébként a 12. kerületben él, és egyébként 4-5-6 millió forintos fizetése volt eddig. Tehát, hogy nekem ezek az emberek nem hitelesek, mert hogyha nekem tényleg egy évbéren lévő messiás állna ki, és mondaná azt, hogy elég ebből, és én ezt nem akarom így tovább, azt mondom, hogy ez elég hiteles. De amikor a tanártüntetése elmennek Lexusszal, meg nem tudom milyen különböző luxusautókkal, meg ezekben a villákban szoktak hőbörögni a rendszeren, én csak mosolyogni tudok ezen, tehát, hogy szerintem mi itt a jobb oldalon lehet, hogy nem is érünk olyan jól, mint a baloldaliak. És egyébként ez elég érdekes helyzet, és mi vagyunk a jobb oldalak, és mi mondjuk azt, hogy nekünk jó ez a rendszer. Miközben a milliómosok meg a másik oldalon azt mondják, hogy hát ez egy szörnyű rendszer. Hát hogy van ez? Hát én teljesen egyetértek minden szavával, kedve Zita, és egy betelefonáló hölgy is említette volt az imént, hogy túl jól élnek a fiatalok, és a saját családjáról is elmondta, amit elmondott, teljesen igaza van, hogy tudnék, ezek az úri gyerekek, akiknek mindig megvolt minden az Átkosban is, és azóta is, apáig, nagyapáig, elvtárs, régi szocialista elvtársak és liberális elvtársak jóvoltából, azok föl se tudják fogni, hogy mi az, hogy nincs, mi az, hogy szűkölködés, és igen, a legluxusabb telefonokkal, a luxusautókkal, és nem a csóró nyóckerből a csórók, akik éppen hogy csak megélnek, és kukáznak esetleg, hanem, és vidékről sem meggyőződésem, hogy nem a Náncsi néni ment föl, Bivaj Csajága röcsögéről a Tüncikére, hanem azok pont, akik vidéken is nagyon jól élnek, mert látom, tapasztalom, hogy ott is nagyon jó világ volt, és ezek soha nem fogják azt mondani. Nekem azt mondta egy öreg asszony, mondtam neki, hogy miért nem küldöd vissza, mondom, amit kaptál 13. havit, meg nyugdíjprémiumot, miért nem küldöd vissza, meg miért nem küldöd vissza mindazt, amit kapsz a Fideszről. Azt mondja, hát az jól jön, bolond lennék visszaküldeni. Hát mondom, ez milyen becstelenség. Ugyanakkor meg mocskolja a Fidesz, mocskolja a kormány, és semmi nem jó. Bocsánat, és még annyit hadd mondjak Zita, hogy március 15-én tapasztaltam a téren, a múzeum előtt az Orbán Viktor úr beszédé kapcsán utána, mikor elvonult a tömeg, egy maroknyi közösség ott hergelte a bent lévő kapun belüli biztonsági öröket, és ordinári módon mocskolódott a kormányra, harsogta ilyen rikkancs mikrofonon, vagy mi tudja, az a nagy vizékeret. Igen, és oda mentem, képes voltam oda menni, és beszólni nekik, hát ott is majdnem betlegeség folyik, majdnem megnincsertek, úgyhogy a rendőr hölgy és úr azt mondta, hogy tessék el menni inkább, mert itt veszélyes a helyzet, úgyhogy jobbnak láttam eljönni. Ez a Szabó Bálint, vagy Szabó, igen, nem tudom milyen nevű, én mondtam, bátorkodtam azt neki, hogy maguk anarchisták, maguk nem kormánypártiak, és nem ellenzékek, maguk egy szemét anarchisták, és ezért persze nem tetszett nekik, úgyhogy ilyen és ehhez hasonló emberek vannak ezeken a tünciken, Zita, ilyenek is vannak, sőt volt egy ember, aki azt mondta, hogy a rendőröknek kellett az ellenzéki, két sorfa rendőr állt valahol ott a Kálvin téri templom körül, mert ugye az nagyon messze volt a múzeumtól, odáig én nem láttam, de utána mondtam, amikor arra kanyarodtam, hogy két rendőr sorfal védte a nem tudom hány ellenzékét a fideszesektől. Mondtam neki, hogy nagyon téved, mert nem azért álltak ott, mert védeni kell, mert a mi embereink, a fideszesek soha nem támadnak senkit, soha nem mocskolnak senkit, tiszteletben tartják, hogy őnekik ez a véleményük. És ilyen is ehhez hasonló aljas és alantas propagandával próbálják feketíteni a mi oldalunkat, és sajnos őszinte az a szomorú tapasztalatom, hogy egy csomó ember abszolút nem lát tisztán, és nem látja át ezeket az aljas, alantas dolgokat, és behódol nekik. Még egyetlen mondat
nagyon szeretem a Jeszenszky Zsoltot, a Jeszit, és régen is néztem mindig a műsorait, most már sajnos nincs hírtévén, de a hírrádióban, illetve a kartrádióban, illetve hírrádióban szoktam hallgatni őt is, az ismétléseket, és az előbbi egy hölgy említette volt az édesatját. Hát én azt gondolom, hogy nem kell azért nagyon sajnálni, mert ön azt mondta, hogy beszélt egyszer a Zsolta, és azt mondta a Zsolt, hogy nagyon sokan kihasználják az apjának, a édesapjának a jó hiszeműséget, és az, hogy manipulálni. Kérem? Az, hogy idős, igen, és hogy nyilván... Hogy idős. De én azért, Rita, nem mentem fel a Jeszenszkyről. A Jeszenszky úr egy elég okos és intelligens ember ahhoz, és már korban is ott van, nem hiszem, hogy valami funkciókra aspirálna, hiszen már nem hiszem, hogy bármilyen funkcióra aspirálna, akkor legalább hallgatna, és ne piszkítana bele abba a fészekbe, bocsánatot kérek, és nekem azért a fiam, a családom fontosabb lenne az ő helyében, mintsem, hogy a liberál borsik mellé álljak bármilyen szinten, és ő hajlandó a fiával konfrontálni, és a fiával, ahogy hallom, és finoman, intelligensen a Jeszi nem szokta bántani az a édesapját, hiszen az édesapja akármilyen tudomást veszi, de azért én azt gondolom, hogy szégyen a Jeszenszky Gézára, a külügyminiszter úr, az Antal kormány külügyminiszterje, hogy most beállt. Nem tudom, hogy mit ígértek neki, nem hiszem, hogy nem hiszem, hogy erről van szó, csak vannak emberek, akik egyszerűen képtelenek egy idő után megérteni azt, hogy megöregedtek, és most már más dolgokkal kellene foglalkozniuk. Bizonyos témákban már nem kéne megszólalni. Éva, muszáj elbúcsúzzak, hogy nagyon köszönöm régóta szépen, beszéltünk. Köszönöm nagyon. Viszonthallásra. Mária egyébként írja Budapestről, hogy a Demokratában Bencsikék írták a negatív véleményt, mert ugye ezt kérdezte tőlünk az előző telefonáló, és egyébként valaki nagyon szereti nálunk költeni a pénzét, mert ő körülbelül 76-szor írta rá, hogy hajrá Magyar Péter, és pusztuljon Orbán Viktor. Ez szerintem nagyon sokat elmond a másik oldal szellemi és mentális állapotáról. Köszönjük a sok SMS-t. Azt hiszem, hogy fizetésemelés lesz a végén ebből. Na de hallgassuk meg Lászlót. Üdvözlöm, László. Jó napot kívánok. Halló. Jó napot kívánok, hallgatom. Kettő dolgot szeretnék kérdezni először is. Na. Ön valósan, igazán, úgy, ahogy mondta, meghallgatja a másik oldal véleményét? Nem itt, de meg igen. De hogy nem itt? Hát én magánéletemben persze. Itt az az igazság, hogy itt a mi hallgatóinkat nem olyan érdekli a másik oldalnak a véleménye, hogy a másik oldalt se érdekli a mi véleményünk, ezért nem így szoktam meghallgatni, de hogyha találkozok valakivel... Félre ne értsen, elnézést, félre ne értsen, nem a másik oldal vagyok. Igen, akkor hallgatom. Tehát, mert a második telefonálót úgy vezette föl, hogy meghallgatja a másik oldal véleményét is. Ezt most nem igazán értem, hogy mire akar kiukadni. Hát ön mondta, nem én. De mit mondtam? Nem emlékszem, hogy 3-4 telefonálóval ezelőtt mit mondtam. Mit mondtam? Ja, bocsánat, oké. Jó, tehát el szeretném mondani, hogy én eléggé szimpatizáns ember vagyok. Igen. De vannak, hogy mondjam, kételjeim. Uh-huh. És ha megenged egy apró történetet elvonatkoztatva az önök által felsorolt kérdésektől vagy témáktól, akkor nagyon nagy szívfájdalmam az, hogy gondoljon bele abba, hogy sajnos elhaltak a nejem szülei. El kellett adjunk egy házat. Uh-huh. Vásároltunk egy öreg kis házat, amit gondoltunk, hogy mi bővítünk, tetőteret ráépítünk, próbáltam, hogy gyermekemnek, fiamnak, hogy meg barátnőjének, hogy egy új teret, tehát egy tetőteret, meg mint ahogy nekik külön ott létrehozzunk. Ezt megpróbáltuk megvalósítani családi összefogással. 2022. szeptemberében beadtuk, amikor már megvolt a tetőtér, rajta volt a tető, saját kezűleg készítettünk mindent mi a család, és beadtam az E.ON-nak egy elektromos bővítési igényt. Ismerős, meg mit tudom, aki benne volt ebbe a dologba, a család próbált segíteni mindenhogy. Ez 2022. szeptemberében volt. 2023. márciusában, február vége márciusában
egy másik kontakt alapján próbáltunk érdeklődni, hogy mégis hol tart az ügy. Képzelje el, hogy még föl se voltunk víve a számítógépes rendszerbe. Hát akkor az EON-t kell ezzel felhívni, nem a Palávert. Várjon. Azért itt történt egyfajta a kormány által átalakított, lekevertek, értem. Ez így működik. De miről beszél? Itt hallgatom, hogy mi a történet továbbiakban. Nem, tehát a kormány hozott egy döntést, átalakította az energetikai rendszert, illetve a fizetési rendszert. Uh-huh. Halló? Itt vagyok, hallgatom. Igen. Na, most ezáltal felborult minden, mint ami volt régen, uh-huh. hogy azért működött, hogy építettem egy házat, mert nem egyet, nem kettőt, azért építőiparban 27 évet ledolgoztam. Tehát akkor megcsináltuk a dolgot, bejelentettük, kijöttek, átnézték, bekötötték, átvették mindent. Most, könyörgöm, tehát még egyszer visszatérjünk a történet elejére, 2022. szeptemberébe benyújtottam én, mint úgymond lelkes állampolgár, hogy szeretnék 380-at bevezetni egy új bekötést, mert a kormány ugye behozta ezt a rezsicsökkentést, és akkor gondoltuk, hogy alsó szint, felső szint, meg támogatják ugye, hogy a család, meg külön, meg tetőtérre, meg sok minden. Na mindegy, a lényeg, hogy 2023. február márciusában még föl sem voltunk a rendszerbe víve. Akkor beadtuk újból ezt a kérelmet. Újból. Majd, hát úgymond próbáltuk nyomon követni az eseményeket. Na most szeretném elmondani, hogy 2023. szeptember-októberében bementünk többször személyesen az elműhöz, meg mindenhova, és próbáltuk jelezni, hogy jó lenne, ha történne valami, mert elbontottuk hátul a kazánházat, mert ott létesült a lépcsőfőjáró a tetőtérbe, és nincs fűtésünk, és kellene valamit tenni ez ügyben, hogy hát már egy fél év eltelt, hogy valami történjen. Urunk és kormányunk jóváhagyásával. És átnézték minden papírunkat, 86-szor voltunk benn, személyesen, telefonon, mindig. Különböző, hát hogy mondjam, mert ez jogalapuk, úgy mondják jogalapuk, hogy hiánypótlást kérnek. 6-szor nyújtottuk be a komplett dokumentációt, 6-szor. Az új ilyen hőszivattyús fűtésünkkel, meg a hátszaripával. Mi lett a történet vége, mert lassan le kell majd tennem a telefon, mert lejár a teljes munkaidőnk. Mi a lényeg ennek a történetnek, hogy Orbán Viktor tehet arról, hogy önök nem tudták befizetni, vagy bevezetni? Ne haragudjon! Nem haragszom, csak kérném a lényeget, mert én nem vagyok ügyfélszolgálatos, tehát nem tudok erre mit mondani erre. Csak hogy Orbán Viktort én megemlítettem ebben a kormányt megemlítette, nyilván 3 perc is megemlíti Orbán Viktort is. Azért kérdezem, hogy mit tudunk tenni mi itt a Palaverben az ön problémájával kapcsolatban? Hát talán az, hogy jó lenne utána nézni az egyéb hátsó történeteknek is, mert az, hogy Orbán Viktor... Én nem gondolom, Viktor hogy egy kibeszélő műsorvezetőjének az a dolga, hogy utána nézzen egy ilyen problémának. Egy kérdést megenged még persze. Nekem? Oké. Akkor az az egy kérdésem van. Tehát szíve joga mindenkinek mit válaszol. De egy őszintén, hogy egy igazságügy miniszter terrorizálhat a férje. Igen, terrorizálhat, de semmi köze nincs a beosztásnak. Maga komolyan gondolja? Igen, én ezt halál komolyan gondolom. Nem haragszom, én halál komolyan gondolom. Nekem egy kicsit kétséges. Jó, hát elég nagyot ugrottunk itt a villanyszámlából. Na, köszönöm, László, viszonthallásra. Megkérnék minden kedves hallgatót, hogy a magánjellegű problémáival, számla befizetéseivel és egyéb dolgokkal ne engem szórakoztasson. Esküszöm, nem tudok mit tenni az ügyben. Nem dolgoztam semmilyen közszolgáltató cégnél. Nem tudom, hogy az hogyan működik. Érdekes módon én el tudom ezeket az ügyeket intézni a magam 35 évével, de úgy látszik, hogy 65-70 éves emberek ezt nem tudják, hát kérjék a gyermekeik segítségét, ezzel sajnos nem tudok mit kezdeni. Közben pedig azt írja itt nekünk az egyik kedves, idézőjeles, kedves
SMS-ező, hogy miért nem közvetítjük mi is ezt a tüntetést, meg az M1. Hát szerintem éppen elegen közvetítik ezt a tüntetést. Legyen meg mindenkinek a maga tere arra, hogy mit szeretne, és én nagyon megkérek mindenkit, hogy nem mondja meg nekünk, hogy mit és hogyan csináljunk. Ez a mi dolgunk. Mi ezt pontosan tudjuk, hogy mit szeretnénk. Ennyi volt már a palaver, legalábbis itt a televízióban. Aki pedig szeretne velünk még beszélgetni a következő órában, ők mindenféleképpen tartsanak velünk a Hír FM-en, mert ott még 45 percen keresztül folytatjuk. A többieknek pedig köszönöm szépen a mai figyelmüket, viszontlátásra, viszonthallásra. Palaver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora. Palaver. Hangra fel.